Vínószállító autó? Igen. Kilenc éve vezetjén tényén az óvodát. Egyébként mióta van itt ez az intézmény, mint óvoda? Ez az intézmény 1950. május 1-e óta van tényén óvoda. Pont május 1-e óta. Igen, akkor volt országosan, én úgy tudom, itt előkerült iratokból ilyen óvodaépítési program, és akkor kapott a község is óvodát. Hány gyermek jár ide az 71 óvodába? Gyermek jár jelenleg az óvodába. Ez hány százalékos kihasználtság? Ez 96,46%, ez majdnem 95%-os a kihasználtság, 75 a férőhely, jelenleg 71-en. Hol fért el ez a 70 akárhány gyermek a bővítés előtt? A bővítés előtt egy 57 férőhelyes óvodában fért el. Hát ez ennek az óvodának az egyharmad része körülbelül, ahol most itt ülünk, ez is egy csoportszoba volt. Nagyon zsúfoltak lehettek. Nagyon zsúfoltak voltak, az egyik szoba sem felelt meg az előírásoknak a méret szerint. Nem, egy nagyon kicsi vezetői iroda volt, ami egy toldaléképület volt, nem volt mosókonyha, a tálalókonyha, hát nem volt modern, nem felelt meg már a 2000-es évekre az az óvoda a uniós előírásoknak, ezért az önkormányzat pályázati lehetőséggel élt, amit sikerült is elnyerni. 5 gyermekem járt ide, illetve most már csak egy, a legkisebb jár ide óvodába. Nagyon nagy fejlődésnek indult ez az óvoda itt Tinyén. Nagyon örülünk neki, mert sokkal több lehetőség van a gyerekek számára, mint eddig volt, és ez nagyon fontos abban, hogy az iskolába menés, illetve az első osztályban a gyerekek meg tudjanak felelni a követelményeknek. Bajer Ágnes vagyok, jelenleg egy gyerekem jár ide, és a nagyfiam már iskolás, de ő is ide jár. 9 éve lakunk a faluban, és nagyon szerettek ide járni a gyerekek, a kislányom is nagyon szeret ide járni. Családias hangulat óvoda. Szeretnek ide járni, mesélnek sokat, hogy milyen foglalkozások vannak itt? Igen, nagyon sok verset tanulnak, rajzolnak, kézműveskednek, tornáznak, nagyon szerették. Szerette a kisfiam, meg a kislányom is szereti az óvodát. Pillanatnyilag nincs neve, mert nem találtuk még meg a megfelelőt, és most már nagyon sok óvodának van neve, mint tudjuk az országosan, és hogy valahogy mégiscsak kötődjünk Kossuthoz. Most, hogy készültem erre az interjúra, és a gondolatok itt kavarogtak a fejemben, talán a Tulipán óvoda lenne a megfelelő, majd esetleg felvettem a kollégáknak, az önkormányzatnak, mert azt tudjuk, hogy mi ebben nőttünk föl gyerekkorunk óta, én tinnyei vagyok, és nagyon jó tanáraink voltak az iskolában, aki a helytörténeti múzeumot vezeti, ő volt az én osztályfőnököm 4 éven keresztül, és mi erről nagyon sok mindent tudunk, hogy Kossuth Lajos itt él Tinnyén, és tudom, hogy a 4 lovát Ali, Alpán, Krespán és Tulipánnak hívták, talán a Tulipán lehetne az óvodánknak a neve, majd ennek még jobban utána járunk, és így kötődünk is Kossuth Lajoshoz, és mégis a gyerekekhez közeli, mert virágnevek népszerűek egyébként. Így van, a gyerekek szeretik a természetet, a növényeket, az állatokat, ezért a csoportoknak is a neve 3 kedves kis állatról kapta a nevét, Csüni, Nyuszi és Őzike csoport. Vegyes életkorú gyerekek vannak a csoportokban, így lehetőség van arra, hogy a testvérek is egy csoportban legyenek, ha a szülő kívánja, és ez sok mindenre lehetőséget. Tehát a kicsiket motiválja, a nagyokat szocializálja. Sok családi programot szerveznek tavasszal, amikor így a családokat meghívják ide az óvodába, és a gyerekekkel együtt közös programokat csinálnak, kézműves foglalkozások, ügyességi feladatok, amikhez elég nagy a támogatottság itt a faluban is, úgyhogy ezek is nagyon jó lehetőségek. Sportfoglalkozások is vannak, amik itt elindultak most már azt hiszem, hogy 2 éve. Focival kapcsolatban, meg mozgásfejlesztéssel. Most lett ez a fejlesztés, ami nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok minden lehet fejleszteni a gyerekeket ahhoz, hogy tényleg megfeleljenek az iskolai kezdéshez.
Hány nevelő tartozik az irányítás alá, és a nevelőbe itt beleértem a pedagógiai szakszemélyzetet, a logopédust, mindenkit, aki... Igen, 10 alkalmazottja van az óvodának, ebből 6 óvodapedagógus, ebbe én is benne vagyok ebbe a 6-ba. Én ugyanúgy a csoportban is működök, mint a többi kollégák, mert 3 csoportos óvodában az óvodavezető nem független állásban van, és 4 dajkája van az óvodának, közülük egy a tálalókonyha vezető, és ezen kívül van idejáró, óraadó, nem tudom, hogy lehetne ebben mondani, logopédus, őt a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat biztosítja, megbízási szerződéssel vannak a fejlesztő pedagógusok még, rajtunk kívül 3 fő. Jelenleg ezt a most futó mozgásfejlesztő programot emelném ki, mert szerintem ez semmelyik óvodában nincsen. Ezt a szülőknek magánúton kell finanszírozni általában, hogyha szeretnének fejleszteni a gyereküket. Most elindult egy komplex mozgásfejlesztés is a gyerekeknél, ami előkészíti őket az iskola érettségre. És ezeket így rendszeresen napi szinten az óvodában csinálják, amire az önkormányzat kapott az óvoda a támogatást, és ez egy nagyon jó lehetőség a szülőknek is, mert ha magánúton kéne a gyerekeket fejlesztésre vinni, akkor a súlyos ezrekbe kerülne. Kislányom nagyon szereti. Minden nap mesél róla, hogy milyen gyakorlatokat csináltak, vagy énekeket tanultak, kapnak matricákat, tehát nagyon szeret részt venni rajta. A szülők is a családias légkör hangulat mellett a fejlesztő pedagógiai munkát emelték ki. Ez a fejlesztő program szeptembertől indult igazából önkormányzati kezdeményezésre. Szerették volna a lehetőségét biztosítani annak, hogy az óvodai nevelés keretein felül plusz egyéni fejlesztésben és kiscsoportos fejlesztésben részesüljenek a gyerekek. Ez a fejlesztő program a napraforgó nevet kapta. Ez az év elején, szeptemberben, októberben egy bemeneti szűréssel kezdődik, ekkor a fejlesztő pedagógusok felmérték a gyerekek mozgás és értelmi képességeit, kidolgozták az egyéni fejlesztési programokat. Heti 10 órában, tehát minden nap delakátó mozgásfejlesztésen vesznek részt azok a gyerekek, akiknek erre szükségük van, és az egyéni fejlesztést is 3 pedagógus oldja meg. 2 közülük itt is dolgozik az óvodában, tehát ők az óvodai munkaidejükön kívül plusz végzik ezt a fejlesztést, és 2 pedig külső fejlesztő pedagógusok. Ők itt a faluban laknak mind a 2, akit úgy látjuk, hogy kudarccal kezdeni az iskolát, azzal a szülővel személyesen megbeszéljük ezeket a dolgokat. A fejlesztő pedagógusok fogadó órákat tartottak, ahol megbeszélték a dolgokat, velünk is megbeszélték, akit sikerült úgymond meggyőzni, hát jobb szót nem találok erre, tehát akivel meg tudtunk egyezni, hogy maradjon itt az óvodába, azoknak a gyerekeknek nem is kellett az iskolai érettségi vizsgálatra a Pilisvörösvári szakszolgálatba elmenniük. Mit emelnek ki még az óvoda specialitásai közül? Ugye említettem már a szülőket, idézve a családias légkört. Igen, a családias légkört azt én is azt gondolom, hogy megvan. Nyugodt, derűs légkör van az óvodában. A kisgyerekeket a beiratkozáskor a szülővel megbeszélten a megfelelő ütemben fogadjuk folyamatosan a befogadást, nem határozzuk meg napokban, hetekben egyáltalán, tehát ameddig a gyermeknek és a szülőnek igénye van arra, hogy zökkenőmentes legyen ez a szülőtől való elszakadás, ez akár több hétig is eltarthat. A beiratkozáskor mindenki, vagy előtte, vagy akár személyesen, ha jelentkezik és egyeztetünk időpontot az óvodát, meglátogathatják, körülnézhetnek, bejöhetnek a csoportokba.
Így zajlik a beiratkozás, mindenkit személyesen levélben értesítünk. Mikor lesz ide? A május 2-a, 3-a, 4-e, 5-e, 4 napon egymást követően, ezt úgy határoztuk meg, hogy délelőtti, délutáni órákban is van, hogy akik munkából jönnek is természetesen el tudjanak jönni. A községi honlapon kihirdettük, óvodánknak nincsen még honlapja, de azon vagyunk, hogy nekünk is legyen. Jön a jó idő, egyre többet lesznek a gyerekek az udvaron, és elárult a vezető óvónő, hogy szeretnék bővíteni az udvart. Ez hogyan lehetséges? Mekkora területen nőne így? Hát onnan az iskolából még kinéztük magunknak ott azt a homokozószerű részt, hogy azt szeretnénk, ha mi azt megkaphatnánk. Polgármester úrnak semmi kifogása nem volt ellen, ez nyilván egyeztetési dolog, és akkor nekünk nagyobb lenne az udvarunk, és lenne ott alul egy lapos rész, mert az udvarunk nagyon lejt, és nagyon lesz, szorulunk oda, a labdák minden oda legurult, tehát a labdajátékokat azt ott jobban lehetne játszani, ezt szeretnénk mi megkapni, ott padok is vannak körülötte, meg minden. Az udvarunk az ugye elég üres, de már folyamatban van a felújítás, megkezdődött már az ősszel.